Tisztelettel köszöntöm a Licom Televízió nézőit, eltelt egy hét, ismét EK Sport című magazin műsorunkkal jelentkezünk itt a keddeste, méghozzá labdarúgással ezen az alkalommal, és hát egy olyan témáról lesz szó, ami igazság szerint még én legalábbis mióta itt vagyok a stúdióban egyetlen egyszer sem hangzott el. Érintettük már a témát, de még vendégeim nem voltak, női labdarúgásról beszélünk ugyanis. Az Eszterházy Károly Főiskolának létezik egy női labdarúgó csapata, PLFC néven, ugye ha jól mondom. Két vendégemet köszöntöm, Szőke Zsuzsannát és Szaká Denis. Sziasztok lányok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát az előttünk áll a jó 25-30 percben, kedves nézőink, gondolom kitalálhatták, erről fogunk most beszélgetni. Női labdarúgás tehát, mit kell tudni erről a csapatról, mi az, hogy PLFC? Hát igazából először csak LKF női labdarúgó csapata néven futottunk, és mikor volt az angol kupa, abban az időben ment egy tehetségkutató műsor, és ott Szöszivel találtunk egy számot, amit elég viccesnek találtunk, a Párduc lányok énekelték. Mindig azt énekeltük meccsek előtt, és akkor úgy neveztünk az angol kupára, hogy PLFC. A Párduc lányok futballklub. Igen. Értem. Mert mondtad, hogy az angol kupa, ez micsoda? Kedves nézők, már mondom, hogy sokan hallhattak róla, hiszen azért voltak vendégeink az angol kupa szervezőbizottságától is, és jövő héten is terveink szerint ők lesznek majd a vendégek. De mégis mi az az angol kupa? Hát ez a főiskola szervezésében készül ősszel is és tavasszal is. És kis pás labdarúgó bajnokság. Igen, igazából fiúk indulnak, mi vagyunk az egyetlen női csapat. De nem biztos, hogy most egyetlen, hiszen ha minden igaz, akkor lehet, hogy két csapattal indultak. Hát szeretnénk, igen. Erről az angol kupára kicsit később, itt a kezdetekről beszéljünk még. Mikor alakult ez a történet, kik szerepelnek ebben, kit játszanak ebben a csapatban? Gondolom mindenki főiskolás, és tényleg mi ennek az egész sztorinak az előzménye? Hát úgy kezdődött, hogy két éve indultunk egy MEFO bajnokságon, ugye a főiskolák közöttin, és akkor a Szöszivel, meg a Petrával együtt játszottunk a főiskolás csapatba, de így utána ez így abba maradt, és gondoltunk egyet, utána volt az EFOT, amit itt szerveztek, és összeálltunk, akkor majd jött Koszta Orsi, Nagy Orsi, és úgy gondoltuk, hogy nem kéne ezt itt abba hagyni, szeptemberben megbeszéltük, hogy hát akkor járogassunk fel, így ilyen örömfoci téren. Elkezdtük ezt így csinálni, 5-6-an, aztán így folyamatosan jöttek az emberek, idén meg ugye már kicsit komolyabb formában zajlik ez a történet. És hány éve működik ez? Ezt nem mondtátok, ezt nem mondtad. Hát ez a PLSC csapat, ez a második év. És ez a női foci csapat? Hát ez így a harmadik. Ez a harmadik, de te is ott vagy. Igen. Az elejétől. Igen, sőt én még régebb óta is. De akkor még nem volt női csapat? De volt, csak teljesen más csapattagokkal. Mert én már régebb óta ide járok a főiskolára, és akkor is volt női csapata, csak nem volt ennyire népszerű. És hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy legyen akkor a főiskolának női labdarúgó csapata? Gondolom, hogy itt azért a csapattagok már korábban is fociztak. Ti? Rátok is igaz az a kijelentés? Persze. Ha igen, akkor hol? Igen. Én Miskolcon focizom, NB1-be, már 12 éve. No, hát akkor nem is kispályáról beszélünk, hogyha nagy pályátszol egyébként, vagy kispálya? Futszál, kispálya. Hát akkor kispálya. És NB1-ben ott milyen eredményeket értetek el? Két éve voltunk harmadikok, tavaly lettünk elsők. Akkor magyar bajnok Igen. vagy futszában, hát akkor gratulálunk. Büszkeségünk. Büszkeségünk. És te Dönci, te? Hát én ugye budapesti vagyok, és én Budapesten fociztam a 10. kerületi bajnokságban. Akkor ez inkább ilyen amatőrebb szervezés, ugye? Igen. De nagy pályán? Nem, kispálya. Ez is kispálya. No, hát ennyit kell akkor rajtok. A többi játékosról mit lehet elmondani? Azért láttunk már egy pár mérkőzéseteket, vannak ügyes játékosaitok. Van, aki még rúgja a bőrt egyébként nagy pályán, vagy futszába, vagy kispályán máshol? Igen, ott van például Demeter Zsuzsi, ő Kazincbarcikán játszik, ő megyeibe, ott van például Hajászki Dóri, ő például Diósdon focizik, ő nagypályán, Balog Évike, ő a Hevesi, ő is nagypályás, ott van Urbán Anett, ő például Szigetcsépen nagypályázik, szóval azért vagyunk. És hát különböző versenyeken is részt vesztek, ugye ilyen az angol kupa, amiről az előbb beszéltünk. Igen. Ha minden igaz, akkor most ez lesz a negyedik bajnokság. Közben kedves nézők, láthatnak a képernyőn csapatképet a lányokról, ami így az eddigi pályafutást illeti, a közös pályafutást. És hát itt az angol kupáról beszélve, ha minden igaz, akkor ez a tavaszi idény lesz a negyedik, ugye? Amint részt vesztek Zsinórban. Tehát úgymond az újraélesztett angol kupa folyamán ti mindig résztvevők voltatok. Ez jövő héten, nem, bocsánat, két hét múlva hétfőn kezdődik ez a tavaszi bajnokság. Rekord
létszámmal, hiszen 16 csapatosra maximalizálták a résztvevők ezt az idei kiírást, és hát nagyon úgy néz ki, hogy ez nagyon kevés, hiszen éppen a mai napon történt meg a jelentkezés erre a tornára, és hát 23-24 csapat jelentkezett, ők mutatták igényüket a felé, hogy focizzanak ebben a tavaszi idényben. Hát időben jelentkeztetek, ha jól látom, akkor valamikor 11 óra, 1 perckor? Igen, igen. 11-től lehetett nevezni, mert ott ültem a gép előtt, és rögtön nyomtam is az e-mailt. Hát 11 óra, 3 perckor, aki nevezett csapat, ők már lemaradtak. Csak érdekességből mondom, hogy milyen népszerűsége van itt a főiskolán ennek az angol kupa elnevezésű kispályás bajnokságnak, és ha jól látom, akkor ti ugye két csapattal neveztetek. Hát tervezzük. Ugye tavaly még voltunk 6-7 a csapatban, idén vagyunk 15-en, és azért úgy gondoltuk, hogy akkor egy-két 7-fős vagy 2-8-fős csapatot kihoznánk. És ez hogy osztanátok el? Lenne egy tök jó csapat, meg lenne a maradék, vagy azért két egyforma erősségű? Lennének a véndiákok, meg... Azok vagytok ti? Igen, meg mondjuk az újoncok. Bár ezt majd az edzőnkkel megbeszéljük, hogy legyen. Apropó edző, ha már rátértél, ugye jól tudom akkor, és az előbb a képeken láthattunk két úriembert, az egyik Felföldi Márkó volt, aki ő az edzőtök, igen, ugye? Róla mit kell tudni? Ugye futballozik Nagypán, ősszel Felső Tárkányban volt NB3-ban, most Gyöngyösre. Került kölcsön, vagy át is igazolt? Én úgy tudom, hogy kölcsön. Ő az edzőtök, íme most a kedves nézőink láthatják jobb oldalon a körömrágós úriember. A másik úriember is az edzőnk. Ő is az edzőtök, igen, de ő még játékvezető is emellett. Igen, igen. Na hát hogy jött szóba ez a kapcsolat, vagy hogy történt ez a történet, hogy kerültetek egyáltalán kapcsolatba itt az edző kollégákkal? Hát ismét vissza kell térjünk az angol kupára, tavaly játszottunk ellenük, és ott már Márko nagyon kíváncsi volt ránk, hogy mit tudunk, vagy esetleg mit nem tudunk. Már a futballpályán. Igen. Igen. És nem tudom, utána így jó viszonyba lettünk, mikor volt az Universitas, akkor pedig így pályam elől egyszerűen csak elkezdtek nekünk segíteni, és akkor megbeszéltük nyáron, hogy vállalnák-e, hogy edzenek minket. És így a fiúk készséggel belementek, és azóta töretlenül száguldozunk felfele. És hát mennek is ezek az edzések. Én is szemtanúja voltam tavalyi. Az őszi angol kupa fordulók előtt, egy első meccs egy órával már ott voltam, és hát ment a komoly edzés. Pont nem tudom, aznap szerintem nem volt meccsetek, de láttam, hogy bújákkal, labdákkal. Ez egy hétfői nap volt. Tehát rendesen nekünk... azért itt technikai, igen, jellegű, igen, tréningekre kerül sor. Te, mint NB1-es bajnokcsapat játékos, te hogyan értékeled az ilyen edzéseket? Tehát azért ez megüti a színvonalat, a nívót, van értelme? Ha igen, akkor mennyire? Tehát hogy látod te, mint aki tényleg NB1-ben edződő játékos vagy? Úgy gondolom, hogy Márkóék minden edzésre felkészülnek, és lelki és emeletesen csinálják a dolgukat. És úgy gondolom, hogy az előnyére válik, hogy ő is ugye labdarúgó. Szerintem nagyon jó feladatokat talál ki, és ugye minden edzésre edzéstervet készít nekünk, ami szerintem nagyon jó. Hát ti mennyi edzés van? 3, hogyha készülünk valamire, például a kupánk előtt 5 volt. Milyen jó, hogy ezt a kupát, a saját kupát szóba hoztad, hiszen erről is beszélünk mindjárt. Decemberben, ugye? Vagy januárban volt már? Januárban az év elején, tehát volt egy saját rendezésű kupája a főiskola női labdarúgó csapatának, erre mindjárt visszatérünk, de itt a versenyeztetésetekre gondolván, itt említettetek MEFOB-okat, universitásokat, ezek a főiskolai egyetemi bajnokságok, amiken rendre részt vesztek, ezek milyen sikerrel szoktak zárulni? Volt-e már esetleg Egerben, vagy csak idegenben, sportos nyelven idegenben, tehát más magyar városban? Tehát hogy szokott kinézni ez az egyetemi főiskolai versenyeztetés? Hát idén még csak most kezdődik el, most pont ma utazunk Debrecenbe. Akkor az évet nézve, a 2012-13-at. Hát 2012-ben tavaly kijutottunk az országos döntőre az Universitason, és ott Pécsre utaztunk el egy kétnapos. Bocsánat, hogy közben, ez mit jelent, hogy kijutottatok? Honnan? Hát az, hogy el kellett utaznunk Miskolcra, ott volt egy elődöntő, volt egy középdöntő, és hogy ugye azon jól teljesítettünk, megvertük, akit meg kellett, és így tudtunk tovább jutni. És te hol játszottál akkor? Miskolcon? Nem, itthon. Itthon, már az Egerben. Igen. Oké. Okay. Tehát volt ez a miskolci selejtező, és akkor úgy jött létre az Universitas döntő Pécsen, ugye? Igen. Erre még emlékszem is, hogy még próbáltatok toborozni ennél támogatókat. Igen. Hát végül is nem tudom, ez mennyire jött össze, viszont elutaztatok Pécsre, ott hogy sikerült ez a... Hát ő országos negyedikek lettünk. Országos negyedik helyen. Pont a Debrecen vert meg minket, akihez most utazunk. Ott hány csapat vett részt? A legjobb 6 csapat került oda ki az országból. Siker ez a negyedik hely, vagy hogy vagytok vele? Úgy gondolom, hogy siker ahhoz képest, ahogy indultunk, ilyen hajnali utazás, 3 átszállás, vonatozás, lesérült a kapusunk, lesérült a cserénk, és tulajdonképpen úgy fejeztük be, hogy... Hány óra alatt értetek le? Akkor így. 8 óra, ilyen hajnali 3:30-es indulással.
és körülbelül annyi volt, hogy átültöztünk, és akkor már játszottunk is. Uh-huh. És akkor a negyedik helyen végeztetek, a szép eredmény. Ez volt a tavalyi év legnagyobb sikere? Igen. Országosan? Igen. És most mi várható majd a programban, hiszen te mondtad, hogy még idén a tavasz szezonban nem kezdődött el a versenyrendszer. Mi lesz majd az első olyan kihívás? Hát a mai meccs. Ma 3-6-tól Debrecenben játszunk a debreceni egyetem ellen. Jövő héten ők jönnek egy visszavágóra, pont egy hét múlva, és hogyha őket sikerülne, akkor benne vagyunk az országos döntőben. Ez nagy pálya vagy kis pálya? Kis nem. Pálya. Itt mindig kis pályáról beszélünk? Igen, kis pályáról beszélünk. Értem. Akkor hát úgy tűnik, hogy a legjobbkor időztetük ezt a beszélgetést. Igen, igen. Mondjuk jobb lett volna akkor holnap, amikor mondjuk kiderül, hogy mi az eredmény. Jövő héten mikor lesz a visszavágó? Elvileg kedden 2 órakor. Ma beszéljük meg. Ja, nem, a csarnokban. A csarnokban. Na hát akkor kedves nézőinek, már most tudunk egy programjánlátot jövő héten délután 2-kor. Kedden, ugyebár a lányoknak a debreceni egyetem elleni visszavágó. Hát reméljük, hogy ez a mai meccs ez majd jól fog kisülni. Emlékszem most így eszembe is jutott, hogy ezért kellett sietni itt a felvételre, mert egyből akkor a felvétel után mentek. Hát megyünk is, szállunk fel a buszra és indulunk. Hány fős kerettel utaztok? 12. Igen. 12? Plusz a szakvezetés? Igen. Márkóék? Igen. Márkó, Levi és a Zsombia kapusedző. Esetleg a testnevelési tanszékről utazik veletek valami tanár? Vagy? Nem. Nem. Pedig ugye a Juhász tanár úr a labdarúgásért felelős oktató. Igen, viszont ő nagyon elfoglalt a sítáborok miatt, így sajnos nem tud eljönni. Ő egyébként szokott veletek, vagy ez abszolút ilyen hallgatói körre van bízva ez a verseny? Hát azért el szokott velünk jönni, meg mindig tudja, hogy mi zajlik, szokott nekünk segíteni, mindig tudja, hogy éppen mit szervezünk, hogy állunk. Hát tudjuk jól egyébként, hogy ha már itt erről beszélünk, hogy állunk, hogy azért itt az Eszterházy Károly Főiskola Sportklubjának rengeteg szakosztálya van, és hát azért vannak itt NB1-ben, NB1B-ben szereplő felnőtt csapataink is, tehát elég színes a paletta. Mennyi energia jut rátok pontosabban, mennyi támogatás? Ez, tudjuk, hogy ez abszolút amatőr, amit most itt csináltok, ugye? Tehát a sporták szeretetért. Az előbb mondtátok, hogy Pécsre úgy tudtatok leutazni, hogy vonattal, busszal, átszállás, tehát gyakorlatilag saját költség. Mennyire támogat titeket a sportklub egyáltalán, a főiskola arra, hogy egyáltalán az ilyen eseményeken részt tudjatok venni? Hát például ők most ezt az utazásunkat, ezt ők szponzorálják. Tavaly az univerzitás sajnos nem tudott úgy összejönni, hogy vártuk, a rengeteg pénz megvonás miatt, ugye, viszont azért támogattak egy bizonyos összeggel, meg segítettek, amit tudtak. Egyre nagyobb segítséget kapunk. Ahogy fejlődünk, azt tudom mondani, hogy mindig egy kicsivel nagyobb támogatás jön a főiskolától. Januárban volt egy torna, itt Tegerben, erről már volt szó a korábbiakban. Akkor milyen támogatást kaptatok? Azt tudom, hogy a nézőtérről sokat, hiszen torna győzelem volt, megnyertétek ezt az 5 csapatos tornát. Erről kicsit beszéljetek, hogy ez hogyan történt, hogy jött az ötlet, meg hát mi lett a vége? Hát úgy jött az ötlet, ugye, hogy csak fiúk ellen szoktunk focizni, ugye már nincs lehetőségünk, és akkor gondoltuk, hogy megcsinálunk egy ilyen bajnokságot, egy ilyen kis kupát, amit majd szeretnénk rendszeresíteni, hogy minél többet megszervezni. Így jött az ötlet? Igen. És a megvalósítását gondolom, hogy dönti ebben te élen jártál, hiszen te vagy itt pont beszélgettük, hogy milyen titulust mondjak majd neked, hát minden esély gyakorlatilag, nem? Igen, de főként csapatkapitány vagyok azért. Igen. Hát, és játékos. Igen, és játékos is. Hát összeültünk a lányokkal, ez onnan indult igazából, hogy nyáron kaptunk felkéréseket Pétervásárláról, elmentünk a csapattal, és folyamatosan jönnek így az ország különböző pontjairól, és akkor elterveztük, hogy na akkor mi is csinálunk egyet, ha már így vagyunk. Leültünk a Márkóikkal, meg a csajokkal, megkérdeztük, hogy mit szólnának hozzá, mindenki belement. Utána leültünk az edzőkkel, írtunk egy tervet, hogy kéne, költségvetés, minden. Bementünk ugye a vezetőséghez, hogy szeretnénk majd a pályát ekkor is akkor elkérni. Beszéltünk az illetékesekkel, hogy mikor szabad a terem, és hát ezt így szépen lassan összehoztuk. És hát jól sikerült a torna, ugye beszéltünk, hogy 5 csapatos volt, kik vettek részt rajta? Szigetcsép, Heves, az Egri Dobókaticák, Miskolc. És Miskolc. Hát a Miskolc kapcsolata gondolom érthető. Az Egri másik csapat szintén, Heves ugye Heves megyei, és hát a Szigetcsép az, Szigetcsép, hogy a Manuba jött szóba, azt tudom, hogy valamelyik játékos révén. Urbán Anett ott játszik, Heves pedig úgy, hogy Balogh Évike ott játszik. Hát akkor gyakorlatilag ilyen kapcsolatrendszeren keresztül hívtátok meg a csapatokat, és hát én ott voltam a helyszínen, emlékszem, hogy körmérkőzéses lebonyolítás volt, tehát mindenki játszott mindenkivel. Ti hogy éreztétek magatokat a pályán, meg hát egyáltalán az egész rendezvényen? Az elején kicsit izgultunk, mert ugye a mi nevünk alatt futott, és reménykedtünk, hogy minden klapolni fog.
ahogy a pályára léptünk, ott már jó volt minden, nagyon-nagyon jó hangulatban. Tehát ugye ti csináltátok a... Az látható is, bocsánat közben a képeken, hogy milyen jó hangulatban kell. Azt hiszem ez az utolsó meccs után volt, ugye? Igen, ez pedig a Pétervásári kupa, a nyári. Ez már kint volt. De hát visszatérve ide a teremtornátokra, hogy jó hangulatban telt. Hát emlékszem, hogy volt egy jegyzők vagy egy zsűri bizottság, zsűri, ahol azért zene ment folyamatosan, ment a... a viccelődés a mikrofonba, és én úgy vettem észre, hogy mindenki jól érezte magát, meg hát mindenki mosolygott ezeken a... Igen, amúgy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, mondták, hogy a fiúk nagyon jó hangulatot csinálnak, úgyhogy utólag köszönjük szépen ismét, hogy segítettetek. Jó visszajelzéseket kaptunk, meg a lényeg, hogy mi is nagyon jól éreztük magunkat, attól függetlenül nyertünk, vagy nem nyertünk, jó hangulatba telt, meg mindenki élvezte a játékot, úgy vettem észre. Azt mondtad, hogy mindenki, tehát pozitív visszajelzést kaptatok mindenkitől. Ez mit jelent? Azt akkor már jelezték is, hogy ha esetleg legközelebb van ilyen rendezvény, és szóltak, akkor jönnek szívesen? Igen, mert valószínűleg tavasszal is sikerül tető alá hoznunk ezt a rendezvényt. Tető alá, vagy a műfűre? Hát valószínűleg tető alá, de lehet, hogy a műfű lesz belőle, még ezt nem pontosítottam. Tehát akkor vannak tervbe ilyenek. Esetleg arra gondoltatok, hogy kibővíteni ezt a tornát? Tehát, hogy nem 5 csapatos, teszem azt 8, és akkor mondjuk 2-4-es csoporttal. Igazából 8 csapatosra terveztük ezt is, és a Debrecen, 2 debreceni csapat is meg lett hívva, csak sajnos a Hőkük nem adott pénzt nekik januárba. Szóval februártól tudtak volna utazni, de jelezte a 2 debreceni csapat, hogy mindenféleképpen jönnének tavasszal, úgyhogy 8 csapatosra tervezzük amúgy. No, és akkor beszéljünk az angol kupáról, ami 2 hét múlva rajtól, és hát ha lehetséges, hogy 2 csapattal indultok, bár ahogy te is fogalmaztál, hogy azért itt még vannak kérdőjelek, milyen célkitűzések vannak? Hát az biztos, hogy az egyik legkedvencebb csapat a szurkolóknak, azok mindig ti vagytok, mindig, tehát mindenki nektek szurkol, amikor játszotok, mert hát most gondolom nem haragszotok meg ezért, hogyha azt mondom, hogy általában mindig a gyengébbnek szurkol az ember, nem, és nem hát haragszom. Egy férfi és egy női csapat összehasonlításában, ugye tudjuk az erőviszonyokat, nektek ez hogy esik, hogy egyébként elég sokan vannak kint a meccseken a műfűvön, és hát tényleg azért lehet hallani, hogy bizony sokan nektek szurkoltak. Azt tudom mondani, hogy ugye mi ott vagyunk a kezdetektől, mióta újra van angol kupa. Az elején nem voltak ránk sokan kíváncsiak, most fájó ezt kimondani, de így van, és most ültünk le a csajokkal valamelyik nap, és pont beszéltük, hogy rengetegen kijöttek, meg rengetegen írtak a csapat üzenőfalára, hogy nagyon tetszik nekik a játékunk, mindig elkapnak minket, és mondják, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Ezt onnan tudjuk, hogy volt tavaly pont ellenetek volt egy olyan játék, és a Márkóék ellen, hogy 16-1-re kaptunk ki, idén pedig 4-1-re. Az tavaly tavasszal volt, ugye? Igen, most ősszel meg 4-1-re. Én szóval... akkor nem voltam ott. Ja, bocsánat. Lehet az életem sima. Szóval most viccen kívül látszik a fejlődés, azért 16-1 meg egy 4-1. Hát most már kezdtek félni Fenyő, én azt kell, hogy mondjam, esélyetek sincs. Akkor azt hiszem, hogy oda kell majd figyelni a sorsolásra, hogy minél messzebb elkerülünk ezeket. Igen. És hát erre a fejlődésre visszatérő, hogy amíg tavaly voltak ilyen meccsek, ami nagyon egyértelműek voltak, azért most ősszel már volt egy csomó olyan meccs, amikor több gólt is töltetek egyet találkozni, és hát voltak szoros mérkőzéseitek is, amikor mondjuk nagyon-nagyon közel álltatok a pontszerzéshez, vagy a győzelemhez. Tényleg már nem is emlékszem erre, hogy végül is nyertetek mérkőzést, vagy volt? Idén nem. Hát akkor gondolom most a tavaszi szezonnak most ez az első feladata. Most rámegyünk, az első hely. Most meg lesz. Ezen belül milyen célkitűzéseitek vannak még az angol kupán? Tehát gondolom, hogy azért az illúziókat nem kelgettek, tisztában vagytok az erőviszonyokkal, tehát valószínűleg nem a torna győzelem, a bajnokság elsőjének megszerzése a cél, de azért ilyen kisebb célok gondolom vannak. Hát akik ott vannak a meccsen, legalábbis biztos, hogy ismernek titeket, hogy te vagy a cseh király, Szeszi, ugye Dönci, te meg Terminátor nőben, tehát ez mellette nagyon nehéz elvinni a labdát. Hát nem is lehet. Nem lehet, mert megfelelően odarúgsz az embernek. Hát igen. Tehát mik azok az ilyen apróságok, ezek a nyalánkságok, amikre azért odafigyeltek, vagy ilyen kisebb fajta sikerélményként fogtok fel? Hát mindenképp, amit mondtam, hogy a 16-1-ről 4-1-re, és hát figyelj, nekünk igazából ez arra jó, hogy fiúk ellen mindig nehezebb játszani, gyorsabbak, erősebbek mi, azáltal, hogy ellenetek játszunk, gyorsulunk, ugye erősödünk, és ezt mi, hogyha lányok ellen játszunk, nagyon jól tudjuk kamatoztatni. Hát akkor nektek ez olyan gyakorlatilag, mint egy egész fél éves edzőtábor az angol kupa, nem? Hát igen. Hétről hétre fiúk ellen játszotok. Mert azért voltak olyan csapatok, emlékszem, olyan játékosok, akik nem mindig a fair play szerint jártak el. De, jó, de erre azt tudom mondani, hogy mivel mi focisták vagyunk, mi is tudjuk, hogy kell odalépni. Jó, most csúnyán hangzik, de
tényleg ti mindig figyeltetek ránk a 12 csapatból, ugye mi vagyunk 12-dik, 11-ből 9 csapat mindig odafigyelt, hogy lányok vagyunk. Nem várhatjuk el, de mindenkiben van annyi, hogy azért tényleg úgy játszik, hogy azért Szöszit ne tépjék meg, mert ne rúgják föl kétszer nagyon durván. Hát odalépünk annak, aki ezt így elfelejti. Akkor figyelni kell, mert kemények vagytok a pályán is. Igen. Egyébként ilyen praktikákat nem szoktatok bevetni? De gondolok arra, hogy hát azért a férfiak játszanak nők ellen, azért itt a nőknek vannak olyan kis trükkjeik, amiket be lehet esetleg, mint tudom, hogy parfüm elcsült, hogy szoros emberfogás kicsit. Szöszi, neked nincs a praktikád? Tehát vannak? Nincs. Nem. Nincs, de nem is gondolkoztatok még jelen, hogy... Hát most így mondod, de elfogom. Szoros emberfogás, hát ha elcsavarja a fülnök az eszét, vagy nem tudom, hát nem. Tehát akkor ilyeneken nem gondolkoztatok. Nem, még nem. Pedig lehetne. Vagy esetleg olyan szerelésen, ami mondjuk még több szurkolót kicsábítana. Hát jó, hogy igazából szóval most csináltattunk ősszel ezt magunknak, de akkor elgondoljuk, hogy lehet, hogy nem ilyen kellett volna. De jön a jó idő. Bikini, vagy mire gondolsz? Hát én nem, amikor ugye jön a tavasz, jön a jó idő, akkor a lányok mindig lentebb vetkőznek, tehát a kabátból, a topokba, a kis miniszoknyák, hát nem mondtam, hogy ilyen bejátszatok. Meg magas sarkuba fogunk majd a műzőben, láthatok, hogy a tenisz versenyeken is azért vannak elég extravagáns ruhák. Hát gondolom azért itt nem engedheti meg az anyagiak nem engedik meg azt, hogy olyan márkás ruhában lépjetek mondjuk pályára, de hát azért ilyen kis trükkökkel azért lehet élni. Én úgy gondolom, hogy több néző jönne fel, te még több. Te leszel a tanácsadónk, felkérjük a munkát. Jó, rendben. Még itt az angol kupánál maradva, azt ugye említettük, hogy jövő héten hétfőn kezdődik, illetve hogy jövő héten kedden, bocsánat, két hét múlva hétfőn kezdődik, és a jövő heti adásunkban a szervezőbizottságból lesznek itt ketten, akik majd az idei kiírásnak a változásairól fognak beszélni, illetve a tervekről, célokról. Azt már most előre leszögezném, hogy bőven vannak változások, és úgy gondolom, hogy azért ez majd még emelni fogja a színvonalat ennél is inkább, bár én úgy gondolom azért a 12 csapatos őszi bajnokság is nagyon jól sikerült. Jó színvonal volt, jó nézőszám, és hát tényleg lapolt minden. Nagyon. Ti hogyan élitek meg egyébként ezt a fajta bajnoki küzdelmet? Itt beszéltünk arról, hogy nyilván azért illúziók nem lehetnek, mert fiúk ellen játszatok, de jó a hangulat, sokan vannak, műfű, tehát jó pályán játszunk, villanyfényben, tehát hangulatos is, zene is szokott lenni mindig, tehát ez valóban egy olyan, sok embertől halljuk vissza, valóban egy olyan esemény, főiskolai esemény, ami most már valóban több száz embert mozgat meg a főiskolán. Mi úgy vagyunk ezzel, hogy tudjuk, hogy fiúk ellen játszunk, hogy valószínűleg nem leszünk bajnokok, meg egyéb ilyen apróságuk, de mindig úgy lépünk pályára, hogy igen, ez egy rendes meccs, ugyanúgy oda kell tenni magad, 100%, menni kell, meg kell szerezni a labdát, gólt kell rúgni, ki kell védekezni, ha úgy van, szóval tényleg teljesen úgy veszük, mint hogyha mennénk, és akkor normális úgymond ilyen meccsünk lenne, mint például, ami most lesz délután. Harmadik félidő? Az hogy szokott sikerülni? Azért tudjuk, a sportnak, pláne az amatőr sportnak a velejárója az, hogy van összetartása a mérkőzések után is. Persze. Nálunk is szokott lenni. Hát megiszunk egy teát, és azt megbeszéljük, hogy mi volt a meccs. Jó, hát ezt a témát nem feszegetem, de egyébként nem véletlenül hoztam fel ezt az újabb kis témát. Arra gondoltam, hogy ugye nyilván ez a sportnak a velejárója, hogy pláne csapatsportoknak, hogyha egy csapatban tudsz együtt játszani társakkal, akkor barátságok alakulnak ki. Én úgy vettem észre, hogy nálatok ez így működik, és mivel hogy emelkedett ez a csapat létszáma mondjuk a tavalyihoz képest, most 14-en, 15-en vagytok? Hát körülbelül. Körülbelül, tehát azért elég nagy baráttársaságról van szó, és tudom ezt, hiszen azért hát láttam már egy párszor ilyen csapat összetartást, és hát most mosolyognak a lányok, gondolom, hogy tudják, hogy mire gondolok, de hát tényleg ez egy valóban jó társaság jött itt össze. Úgy gondoljuk igazából, ezt mindig beszéljük is Szöszékkel, így az alapítókkal, hogy most oké, hogy mi a pályán együtt játszunk, hogy ott ismerjük egymást, de azért jó pályán kívül is leülni, a Szöszivel szoktunk beszélgetni, meg edzés előtt megyünk, edzés után maradunk, hát meg csináljuk így 2-3 havonta ezeket a csapatbulikat, ahol úgy mindenki megjelenik. Csak 2-3 havonta? A nagyobb csapatbulikat. Igen. Például most ugye le van sérülve nálunk a Kollár Kinga, ezért ő nem is tud velünk játszani, ez így nagy szívfájdalom neki is, nekünk is, de például a bulin ugyanúgy ott tud lenni velünk, ugyanúgy el tud velünk beszélgetni, meg tudja élni azokat a pillanatokat, amit akkor ott ugye mi is. Azért jók ezek, megismered így a csapattársadat más szemszögből is, mint mondjuk a pályán, ahol csak passzolni tudsz neki, meg esetleg ugye ilyesmi, de így azért jók ezek a úgymond bulik vagy beszélgetések, mert azért tényleg megismered úgymond az egész embert, magát, a személyt. Meddig működhet még ez a PLFC? Nem gonoszkodni akarok, csak hát nyilvánvalóan nem 100 éves korotok, hogy fogtok a főiskolára járni. Azon túl, meg főiskolán kívül meg nehéz, gondolom, egy ilyen csapatban részt venni.
Erről is beszéltünk már, igazából most én például végzek évvégén, végez még egy kosztaors is, de maradnak itt emberek, itt maradnak az Urbán Aneték, akik most elsősök. Szóval ők is látják, hogy hogy működött ez a dolog, meg a Márkóék is itt lesznek, még ők is csinálják. És azért látom a fiúkon és a többi focistán, hogy már jöttek, hogy oda jönnek felni, megnézik az edzést, meg beszélgetünk, meg próbálnak itt segíteni a kupán, hogyha esetleg ott állnak az oldalvonalnál. Szóval úgy gondolom, hogy mindig lesz ember, aki szeretne játszani, és mindig lesz ember, aki szeretné edzeni azt, aki szeretne játszani. Hát akkor szerintem ennél jobb zárszó nem is lehet a beszélgetés végén. Kívánom nektek azt, hogy egyrészt vágjatok oda az angol kupán, nem csak a lábaknak, hanem eredményekben is, meg hát akkor a tavaszi Universitas meg MeFub eseményekre is reméljük, hogy sikerül mondjuk most már fellépni a dobogóra, hiszen az lenne az igazán nagy dolog. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Most kedves nézőinkkel folytatnánk a hétvége KFS sport eseményével, kezdjük a női kézilabdásokkal, az NB1B keleti csoportjának második tavaszi fordulóját, egyébként a 15. játéknapját rendezték. Az Esterházy KFS Globosis csapata ezúttal Hajdúnánásra látogatott. Előzetesen annyit kellett tudni erről a mérkőzésről, hogy a tavasz legnagyobb idegenbeli rangadója, hiszen a második Vasas, a harmadik Nyíradony és a negyedik Kispest gárdája egyaránt Egerbe látogat majd el a tavasz szezon során. Az ötödik Hajdúnánás tehát a legelőkelőbb helyen álló együttes azok közül, ahová majd látogatunk. Ehhez képest a rangadóhoz képest elég simán alakult a mérkőzés, láthatjuk is a végeredményt, illetve az NB1B 15. fordulójának további keleti csoportbeli összecsapásainak eredményeit. No, hát ez egy kicsit nehéz mondat volt, de kijöttem belőle, nézzük az eredményeket. Hajdúböszörmény Debrecen 2-30-25, Hajdúnánás Termál SC, Esterházy KFS SC Globosis 21-28, és még egy szenzációs eredmény számunkra, Orosháza Vasas 26-23. Ezzel majd mindjárt látni fogják kedves nézőink a tabellán, hogy miért is jártunk jól. Szent István, Ilár Csörkény 22-24, a kisebbik szegedi együttes éppen hogy csak kikapott otthon a Kispesttől, hát ez is jó lett volna nekünk egy pontszerzés a fővárosiaktól. Kecskemét, Szeged, Kiskundorozsma 22-35, és a Nyíradony otthon verte 7 góllal a Csorvás együttesét, íme tehát a bajnokság állása. 28 ponttal továbbra is lista vezető az Egri együttes, második a Vasas, és úgy láthatjuk, hogy miért örültünk az előző orosházi győzelemnek. 4 pontos előny most már a tabellán az első helyen, és hát úgy tűnik, hogy egyre jobban fest ez a tabella a lányok számára, a harmadik a Nyíradony egyébként 23 ponttal. Folytassuk eredménybeszámolónkat, ezúttal a férfi kosárlabdával. Az EKL Feger Hész együttese Bajára látogatott szintén szombaton, ahol a forduló rangadóját rendezték. Ősszel kikaptunk hazai környezetben a bajaiaktól, nem véletlenül ezért a revansvágy fűtötte a fiúkat. Ennek ellenére nem sikerült megnyerni ezt az összecsapást, 5 pontos hazai siker született. Így hát gyakorlatilag eldőlt, hogy a Salgó Tarjánt nem nagyon tudjuk befogni itt az alapszakasz végén. Ne rohanjunk ennyire előre, nézzük a többi eredményt a 16. fordulóban. Salgó Tarján nagykörös 91-69, 73-68 lett a mi mérkőzésünk végeredménye tehát. Az Óbuda otthon simán verte a Mezőberényt, mint ahogyan a Kecskemét is egyszerűen verte meg a Tiszaújváros csapatát idegenben, és még egy vasárnapi eredmény, Deac Hódmezővásárhely 87-90. A bajnokság most így néz ki, Kecskemét továbbra is 100%-os mérleggel első, Salgótarján 13-2-vel áll, az Eger 11-5-tel, a Baja pedig feljött egy győzelemre 10-6-tal, ugye. Ezt azért mondtam, ezt a 4 csapatot, mert ez az 4 együttes fog majd a playoffba bejutni, ha minden igaz. És akkor még egy sportágra átérvén férfi vízilabda. Ugyan a hétközi fordulót rendeznek az OB1-ben, a 16. fordulót rendezik majd a fiúknak. Egyelőre hozott mérkőzés már volt, a múlt héten az OSC vendége volt az Egri együttes, a Cete Feger még hozzá, 14-6 lett a végeredmény. Itt viszont látható, hogy a többi mérkőzést majd a mai napon, illetve holnap rendezik majd. Az EKL Feger Food Imola gárdája holnap 12 órától a Pécs csapatát látja vendégül a Bicskei uszodában. Hát nem a legbarátibb az időpont, viszont aki ráér, én javaslom, hogy látogassanak ki, hiszen a fiúknak ez egy óriási nagy rangadó lesz a pécsiekkel. Idegenben össze 2 gólos vereséget szenvedtünk,
az őszi szezonban, éppen ezért jó lenne egyrészt visszavágni, másrészt 3 ponttal állnak előttünk a Mecsek Aljaiak. Ez tehát egy nagyon-nagyon fontos rangadó Tóth Péter tanítványai számára. Egy pillantást vethetünk egyébként még a tabellára is, nem történt változás, 12. az EKF Egerfood Imola csapata. És hétvégén, csak hogy teljes legyen a paletta, férfi kézilabda csapatunk is elkezdi a tavaszi szereplést. Láthatjuk az első tavaszi fordulónak a párosítását. Most az Egriek, az SBS-ek Eszterházi csapata a Gödöllőt látja vendégül majd szombaton. Ima a többi párosítás, erről is vethetünk egy pillantást, és a bajnokság állására, hogy hogyan vágunk neki a tavaszi szereplésnek. 5. helyen az Eger, de mint látható 3 ponttal előznek csak minket az első helyen álló Török Szent Miklós. Megtörténtek a kellő erőfeszítések télen, ugyebár volt egy edzőcsere, játékosok is érkeztek, tehát minden feltétel adott ahhoz, hogy egy nagyszerű tavaszi menetelésbe kezdjenek a fiúk. És akkor még egy diánk van, ami a hétvége LKF sport műsorát érinti. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a vízilabdások kezdik ezt a hetet, holnap 12 órától a Pécs lesz a miénk vendége, majd szombaton egy dupla kézilabda mérkőzés a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol először 3 órakor a fiúk játszanak a Gödöllővel, majd 5 órától a lányok a tavalyi bajnoki cím megszerzőjét, megnyerőjét, a Nyíradony Gárdát látják vendégül 17 órai kezdettel. És hát csak hogy milyen sűrű a program, szintén szombaton 18 órától az NB1B keleti csoport, a kosárlabda NB1B keleti csoportjának rangadója, szomszédvári derbie, Eger Salgótarján mérkőzés, úgy gondolom van program, mind a 4 mérkőzésen ott lesz a Létszom televízió, tehát akik nem tudják a helyszínen megtekinteni az összecsapásokat, jövő héten majd megtehetik ezt. Én a lányoknak még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, akkor jó utat most Debrecenbe, és hát reméljük, hogy jövő hét keddi visszavágóra mondjuk egy jó eredményt tudtok majd elérni. Kedves nézőinek a figyelmet, most utánunk következik, egy kis műsorváltozásunk egyébként volt, most következik a Zekáfeger Hész férfi kosárlabda csapatának bajai mérkőzése, holnap a Firkászok című magazin műsorunk után pedig megnézhetik majd a női kézi meccset, illetve a holnapi EKFeger Fud Imola Pécs vízilabda meccset, ez tehát a következő programunk. Én kérem, hogy maradjanak velünk, és tartsanak velünk legközelebb, és minden jót, viszontlátásra! We'll be right back.